Sziasztok, srácok! Ah. Az egy pont, hogy meghalt Kaci, egy pont, hogy a legtöbb bor, és egy pont, hogy túléltem. Itt ki. Megtörtént. Oké. Okay. Én kapok 2 pontot, mert meghalt a célpontom. Én meghaltam, főképp meghaltam. Leginkább. ez az, amit fel tudok mutatni, hogy meghaltam. Igen. Ja. Nem kell annyi neked. Jó, de jó, ilyen kis pajzsak. Ha meghalt a célpontom, én arra kapok egyet. Te mennyit kapsz, papi? Semmit. Jó. Kedvenc játékod. Újraosztjuk a célpontokat, vagy maradnak a célpontok? A célpontokat újraosztjuk. Ja. Jó, meg akkor játszunk úgy, aki meghalt, az húzó karakter? Ja. Ja, szerintem az úgy viccesebb. Én meghaltam. Húzok új karaktert? Meg is tarthatod karaktert, nem? Tarancsula. Tőlem játszhatunk úgy, hogy megtartjuk. Húzunk újat. Aki elpusztult, az már nem. Igen, aki meghalt, az... Béke poraira. Neked én voltam a célpontod. Egyet most? Vagy kettőt? Nekem mindegy. Maradjunk a kettesnél, az jó volt. Én húzhatok egy másikat és kicsit... Te élsz. Te életben én 3-at húztam. Itt van még... 2 antidót van mindenkinél, ugye? Igen, 2 antidót, 2 méreg, meg 3 bor. Jó, várjál, és akkor 2 méreg jön be középre, 1 bor és 1 antidót, ugye? Jó, célpontok. Én Gandalf-val vagyok. Gandalf. Gaba Gandalf. Szép. Kaci, az egyik a bal kezemben van egy... van egy token. De, jó. Ne fogd a tokenedet mindenki el. Osztod ide. Osztod ide. És végül nem utolsó sor van. Akkor köszönöm. Ezt. De én nagyon ked... Már nem. De igen. Már nem. Eddig se, ne hazudj. Senki sem szeret. 2-ből 2-szer meg kell ölnöm. 1-szer csak elpusztulom. Mi volt ez a heves kitörő? Mert hogy az a szabály, hogy ha saját magadat húzod, akkor cserélsz a polozatot ülővel. Tehát akkor valójában ugyanúgy állunk. Ugyanaz! Ugyanaz! Szép. Az egyik karakter, amit húztam, az azt tudta volna, hogy ha túlélem, akkor egy helyet 2 VP-t kapok, de ez nyilvánvalóan nem volt értelme. Dehogy nem, Kaci, hát én barát vagyok. Jó, én vagyok a király. Király kobra vagyok. Vagy kobra király. Ő azt tudja, hogy a toast phase-ben, tehát mikor már elhangzott a pohár köszöntő, akkor ő nem egy, hanem 2 akciót hajthat végre. Az nagyon durva, hogy megnézheti a sajátját és cserélhet. Igen. Tehát az a legdurvább, hogy... Mondjuk a király kobra. De hát az a... Oké, okay, annyi van, hogy nem hagyhatjuk először inni. Mert ha először iszik, akkor ő biztos, hogy túléli. Hát, akkor toljuk, gyerekek. Toljuk. Üzzük, toljuk neki. Ki kezd? A te karaktered mit tud? Igen. De azt tudja, hogy mint egy akció, ki tudok húzni 2 random tokent egy gobletből, megnézem őket, és amelyik szimpi, azt így kidobom, hogy ez így ne legyen. Ki vagy át egy és másikba? És a másikat meg vissza. Aha, így van. És mi a Nightshade? A másik, ha jól értelmezem, azt tudja, hogy minden 4-et megnézem. At the beginning of each course, you may peek into all of the goblets. Additionally, you may exchange the positions of 2 or more goblets. Tehát belenézek, és kicsillem 2 vagy több helyzetét. Tehát változtatni nem tudok, de tudom cserélgetni. Uh-huh. The course az gyakorlatilag ez a kör, nem? Igen. Szóval a legelején, amikor most bele van. Igen, tehát most, amikor kezdünk. Most tudsz cserélni. Így. Tehát amíg ő életben van, ugye a 3 forduló, uh-huh. Most a második fordulóban uh-huh. Megnézem mindet, és akarom. Igen, edition, akkor megcserélgetheted opcionális őket már most. Uh-huh. Jó, hát akkor én rögtön el is kezdeném ezt a csodálatos képességemet. Nézzük, illetve nézzed. Kérlek, dőljetek hátra. Köszönöm szépen. Jó vagy, Kaci? Mm. Nagyon jó karaktered van. Különösen jó vagyok, igen. Nehogy megtaláljunk. Én meg a királykobra. Te vagy a királykobra. Vagy a kobra király. Biztonság kedvéért akkor. Oké, Ka. Így maradtunk, csak... Így. Igen, így. Tehát, kobra 11. Én cseréltem egyet. Te cseréltél egyet? Igen. Ami azt jelenti, hogy az enyémben méreg van? Bor. Méreg? Sose az alkohol méreg. Úgyhogy...
Szép. Jó, ne igyottok, gyerek. Inkább ne szeresd. No, és ki akkor... indítja ezt a fantasztikus kört? Hát... Ich weiß es nicht. Van egy szabály, aki legutoljára... Legyél te, mert te jelted okay, a kéket húzzak. Igen, igen, tehát ti most ilyen új newcomer-ök vagytok az asztalnál. Nyújj bele! Húzz ki egyet. Ezt nem akarom látni, ez nem, ez... Ez too much látható. Ez gyors volt, igen. Pedig... Kitúrtad a kéket onnan. Három kék. Közepesen volt, jó, azt lehet ki kell vágni. Közep. Ilyenkor nem szoktam. De mindegy. Én kezdek, ugye? Mm-hmm. Nagyon jó. Akkor... hogy is mondjam? De belekerül. Kettő dolog. Kettő jó. Nem. Egy... és még egy. És tanult kollégám. Interesting stuff is going on. Neked engem kell megölnöd, ugye? Uh-huh. Tehát az a két fekete, ami a kezedben van, az valószínűleg azért van a kezedben, hogy belerakd a kis gobletembe? Miből gondolod, hogy ez mondjuk fekete, és nem szép vörös, mint ahogy ezt illik? Kettőt dobtál oda vele? Uh-huh. Nem, egyet. Passz. Tesz. Megpörgetted? Mm-hmm. Cserélt és pörgetted. Cseréltem, és aztán megpörgettem. Ez volt nálad. Ez már kezd ilyen itt a piros, hol a piros lenni. És most ugye úgy játszunk, hogy fel vannak színezve a poharak. Mert azokat le lehet róla venni. Az nagyon jó. És akkor még hátulra, tehát akkor... Akkor honnan? De egy másodperc alatt veszteném el a fonalat. Melyiket cserélted? Nem mondom meg. Jó. Várjál. Én arra nem emlékszem, hogy miben ütöttem. Megcserélted a sárgát a lilával, amíg így álltak, és aztán elpörgetted. Tehát a lila volt nálad az előbb. Vagy nem. Vagy nem. Ezek a lehetőségeink vannak. Tehát? A pirosat cseréltem meg a lilával. Előbb cseréltél, és aztán pörgettél. Igen. Pirosat megcsináltam a lilával, és aztán elforgattam egy ilyen. Az a jár. Tényleg ez történt. Jó van. Bele tudsz nézni a saját poharadba. Igen, tudom. Szeretném belenézni a saját poharadba. Nem igazán. Szeretném mérget önteni a saját poharadba. Ez egy igen. Ó. Istenem. Nem, hogy felemeld megint a porra, de... nem is tudnám. Ne húzz fel. Voltak idők, amikor voltak nézeteltéréseink. A múltat fedje jótékony homály. És lásd... Erre a figyelmet. A jótékony homály. Azt szeretném, hogy jó egészség és vidámság uralkodna. Igazából mindig az a cél, hogy sose az legyen a kiválasztottad előtt, amibe bele tud nézni. Egyébként sosem a sajátja. Kihúzok ebből kettőt. Megnézem őket. Jó. Ez mennyit segített a dolgot? Mondom, a bizalom az alapja. Minden emberi kapcsolat. Bennem bízhat. Csinálsz meg valami papír? Felkötöm magam, olyan van. Olyan van. Passz. Dőjél hátra. És nem húzd ki ennyire bele magad?
Ez a vacsora, ez nagyon creepy. Mindenki rá van feszülve, érted? És hogy a toastot mondani, csak a köröd első akciójaként lehet. Hát igen. Nyilván, mert az egy ilyen duplának számító, szuper magogika, motherfucker akció. Nagy akció. Hova tettél? Mit tettél? Még semmit sehova. Igyunk, barátim! Tosszolunk, gyerekek! Nincs appelláta. Te jössz akkor, ez azt jelenti. Uh-huh. Dave-nek lesz az utolsó. Kacinak két akciója van most. Uh-huh. Ja. Belenézhet a poharába és visszacserélheti, hogyha jó. Uh-huh. De nyilvánvalóan... Vagy bedobhat még 30 mérget, ja nem? Csak egy. Mert hogy nem akkor toastolsz, amikor tudod, hogy jó pohár van előtted. Hanem amikor tudod, hogy, hogy a végén jó poharat tudsz magad elé rakni, úgyhogy Kacinak, meg mindenkinek az a célja, hogy... Hogy túlélje? Nem, hogy az a pohár, amiről ő meg van győződve, hogy az jó, és tudja, hogy én gondolom, hogy jó, de van, amelyikről nem tudom, hogy az. Nem kötelező túl, Janet, szóval úgy is taktikázhatsz, hogy az a lényeged, hogy épp, hogy megöld a célpontodon. Na és az utolsó. Egy, ami mindent visz. Dave Sama. Bedobsz egy antidótot a poharadba, vagy elcseréled máséval? Fú. Akkor kezdjük. Ez volt az egyetlen logikus lépés. Illetve még egy logikus lépésem van. Én most használni fogom a különleges kép. Ez nem számít akciónak, ezt megbeszéltük, ugye? Használni fogom a különleges képességemet, ami annyit tud, hogy belenyúlok ebbe, és random kihúzok egyet. Ezzel mintegy megadom magamnak az esélyt. Hogy megmérgez van, nem? Az egyetlen antidótot dobhatod el. És kinek adod? Hát, Igen, van egy Na nézzük, mi volt akkor a kupádban. Az én kupámban 3 bor. Sosem fogom megölni ezt a csávót. És ebből húztad ki az egy darab feketét. El kéne menni a Telemázli című műsor. Ebből bírtad kihúzni az egy darab feketét. De bemákolt valaki, gyerekek! Ja, igen, igen. Ez akkorát röfögött. Emlékeztették mindenkit a sushigóra. Szeretnék mindenkit emlékeztetni a sushigóra. Jó, szép játék, igen. Nézzük, mi van a porradban. Kérlek, pusztuljál. Túlélted. Ne már! Hú, jaj, de jó. Nagyon jó, baza, 5 méreg. Ez ennyi. Valami jobb van, szépen. 3 antidót. Vajon hol vannak a méregek, Kacsi? Egyébként tényleg. Hát. Én úgy számolom, hogy meghaltál. Ez itt 3. Egy tipp. És a bort is megnyertem. Igen, már megint. Ez a te játékod, Dave, én úgy érzem. Át kell verni, kicsi taktika, sok szerencse. Nyilván az én játékom. Az még 3 pont Dávidnak. Nyomnak egyet besikerül dzsalni. Kérek még egy mérget. Bol. Annyit kapsz, amit akarsz. Igen? Tök méreg lesz nálam, csak azokat szólom. Valakitől hiányzik egy bor. Meghalt a karaktered, Kaci. Tudna. Nem kicsit. Fú, pedig azért nagyon jó karakter volt. Igen, azért hívtam fel rá a figyelmet. És akkor újraosztjuk. Ezeket újraosztjuk. Missziózisokat. Akkor van esélyünk, ha a Dave meghal, a célpontja él. Papírodod azt a karakterlapot?
Mert a 6 pontod távolinak tűnik. Nem annyira egyébként, mert 5 pontot tudsz egy körben szerezni maximum. Én semmennyit. Mikor van vége a játéknak extra? A harmadik körben. Akkor most. Tehát ez az utolsó kör a játékban. Várjátok, hogyha én nem haltam meg, és a célom meghalt, akkor kapok egy pontot? Kapsz plusz egy pontot. Igen. Meghaltál? És én is kapok, akkor két pontot, nem? Nem haltam. Miért kapsz két plusz pontot? Azért, mert én nyertem egyet a legtöbb bor, életben maradtam, meghalt a célpontom, akkor nem hármat kapok, hanem... Akkor négyet. Négyet. És akkor most is négyet. Akkor ez így 8. Van egy pontom. Én ebben maradtam. Ja. Csak én haltam meg! De te eléggé. Egyétek ki. Bal kezemben van egy. Azt tedd oda. És megint kihúztad a királykobrát? Ki, de lehet, hogy nem az leszek. És... Azt tedd ide, légy szépen. Úgy is megnézem, és beletekerek, úgyhogy tök mindegy. Ja. Azt ide miattoztass, és akkor a negyediket pedig légy szíves ide. Oda. Ne, oda. Nem akarok kettőt rakni az enyémbe, tudom, hogy nagyon csábító. És akkor ezek a célok? Mi a karaktered? Lehettem volna megint a királykobra, de nem az lettem. Kivel? Ja, ugye ezért vagyok? Hanem azt tudja, hogy minden három wine token, ami benne van a poramban, az egy antidótnak számít. Ó, ez zsír. Jó, bal kezemben egy token. Remek. Következik ide, helyett ide, de azért biztonságod ide. Ügyes vagy. Ügyes vagy. Minden is sok az utolsót, kérem szépen én. Az utolsó legyen mérget méreg, megkaphatod. Legyen méreg. Nincs kicserélem, ez a képességem. Dőljetek hátra, légy szív. Nem érdekel. Köszönöm. Igen. Bír. Cseréltem. Cseréltél? Igen! Jó. Ha előttem maradt egy goblet, akkor az méreg. Nézzük meg, hogy ki kezd. Nem hagyom, hogy húzzál! Nekem teljesen mindegy, hogy a végére marad a zöld, vagy... Húzzon, papi! Vörhenyes le. Jó. Na! Mi fog történni? Pam, 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 pam. Valaki meghal. Egy. Én azt is tudom, hogy ki. Kettő. Én. Jó, két bor bekerült az antidót mellé, igen. Igen. Ennyi. Zseniális vagy. Kösz. Átláttál rajtam, kész. Ennyi, kész. Nyílt világ vagyok előttem. Én vagyok egy open world. Érdekfeszítő. Érdekfeszítő, kacus. Hajj már meg! Ugye? Érdekel. Nagyon tele lesz az a pohár. Oh my god! Majdnem felborítottam. Mindennyire abból fogunk kidulni, hogy körbe adjuk. Jó, hát akkor... Ja, nem! Jó, uram! Uraim! Na, azért még nem! Hogy ki melyikből! Hát azért nem! Nemesi kastolyan! Forró Zoltán! Én azt szeretném előre bocsátani, hogy... Remélem, Kaci...
nem jár jól. remélem Dave sem. Engem miért kell? És nem jár sikerrel. Ebben bízom, mert aztán meglátjunk. Nem ettünk elég répen. Ki a piros? Én. Zsírtem. Nézem rá. Monsieur Dave. Uh-huh. Admiral Dave. Ajaj. Hallj már meg, egyszer hallj meg. Oda nézze. Pökizik itt nekem, de jó. Akkor egy ilyen szexi bekket csinálunk. Azt te határozod meg, hogy melyik irányba forogjon? Mm-hmm. Hogyha ezt tudom. Itt van ez a kép. Bad for you. Think so. Nekem még van egy before drinking képességem, amit fehére tetszetni tenni hozzám. Mint egy kamatosztal. Igen, húzd már ki létsz egy fehéret, és dob már át hozzám, mert nagyon méregszaga van ennek a bornak. Nem akarok ilyen mérges gyerek lenni. Az is jó lesz, jöhet, kösz. Dob be hozzám. Neked a három bor az már segít, ugye? Igen, neki nem. Köszi. Köszike. Jaj. Most hát akkor eljött az idő, hogy mindenki emeljük porunkat az utolsó toastra. Jarar. Egészség. Öröm volt veletek. Itt a hörpincében. Így. Kezdjük. Azért megint nálam lesz az összes. Igen. Na hát. Juhu! Meghalt! Kaci, meghalt! Kaci is elpusztult. És én életben maradtam. Csak ti ketten maradtatok. Uh-huh. Én kapok 4 pontot, ugye? Mert a célpontom meghalt, én életben maradtam, nekem van a legtöbb bohom. Igen, te kapsz 4 pontot. Megint nem kaptam semmit. De én... az egész játékban legalább egyet szereztem. Én életben maradtam. Papi, de te is. Életben maradtam, meghalt az emberem, az 2 pont még. Ha életben maradt és meghalt az ember, akkor 3. Igen! Ugye? Igen. Nagyon jó. Mert ugye, ha mind a kettőt sikerült esetleg, akkor kapsz egy bónusz. Ezt a szívembe vésem, ezt a... Jó, ezt a játékot legközelebb úgy fogjuk játszani, hogy levesszük a kis színes... Azt én adom! Igen, egyébként az jó. Azt én nagyon mert adom! Mert most ugye effektíve csak a szint kell trekkelned, amit tudod, hogy mik vannak benne, akkor az ott majd megbolondítja eléggé. Igen, hát ez ugye még egy random faktor, és ez ilyen nagy hiperdurva memória játékká teszi az egészet, és képzeljétek el, hogyha ezt nem 4-en játsszuk, hanem mondjuk 6-an. 6-an, coasterek nélkül. Igen, és aztán meg fel lehet tolni, van a játékszabályban ilyen 7-től 12 főig, az már ilyen teljesen őrült. Teljes káosz. De az a helyzet, ez a játék valami elképesztően zseniális. Egyébként igen. Elképesztően zseniális. Szerintem rá lehet még jobban gyúrni a kommunikációs részére, ez a deception dolog, ami egyébként egy kicsit, hogy is mondjam, jellemző a csatornára. Volt egy nagyon jó mondat a szabályban, hogy hol is láttam, itt volt, hogy public declaration of the reason for the impending revenge is not mandatory, but it is highly appreciated. Szép. Zseni. Az egész játék zseni. Ezt mindenképpen fogjuk majd még játszani. Lehet, hogy ez egyébként streamben is baromi jól működhetne. Mm-hmm. Ja, egyébként. Adja. Külön plusz pont, hogy 7 pontot szereztem.
7 pontot? Igen, aki ismeri a csatornámat, az tudja, miért nagyon fontos számol a 7-es szám. Igen, és aki ismeri a csatornámat, az tudja, hogy miért fontos nekem a 11. Hogy nyertél. Aha. szép volt. Úgy érzem, hogy játék elétől kezdve keményen megdolgoztál az élet. Jó nagy mázlista vagyok, ennyiről van szó, jó nagy mázlista vagyok. Mert egyébként az egyetlen mázlis rész, amikor kihúztam azt a feketét, az pont nem számított. De... mert kacit egyébként is megöltem volna, és én semmiképp sem haltam volna meg, de amúgy mekkora, azért jól esett. Most számolok, hogy kétszer te kezdtél, egyszer Zoli, tehát hogy... Nem, én egyszer kezdtem, nem, kétszer kezdtem. Kétszer te kezdtél. Nem, de három kétszer. Először nem, először papi kezdett, aztán én kezdtem, és aztán... Ja, igen, mert hogy az a kör az eltűnt. Ja, aha. Te vagy az eltűnt, aki nem kezdtél, se nem gyűjtöttél pontot. Sem életet úgy soha. De gyűjtöttem egy pontot. Számít, hogy ki kezd, és az nem feltétlenül gyűjtés. Tehát az így... Igen, nekem két és olyan embernek a célpontja voltam, aki kezdett, tehát hogy hozzá ért a végére. És nem ezt mondom, hogy ezért... szerepeltem ilyen katasztrofálisan, de hogy ez akár számíthat is, hogyha mindig... Baromi fontos, hogy hol ülsz az elején, és hogy hol ülsz, és az sokkal inkább fontos, hogy hol ülsz a toaster-hez képest. De hogyha az elején ülsz, akkor igazából elengedheted. Az egyetlen esélyed az, hogy ügyesen átvertél mindenkit, mint például Zoli. Tehát Zolinál én meg voltam róla győződve, hogy ez a legjobb. Aha, jó. Meg voltam róla győződve, hogy ez a legjobb. Mert hogy Zoli ezt maga elé rakta direkt. Igen. És meg voltam róla győződve, hogy az a legjobb. És aztán utána kapcsoltam. Meg nyilván ilyen, nem tudom, ilyen viszonylag gyors köröket játszottunk, szóval kétszer került rád maxosor, aztán valaki toastot mondott. Szóval, hogy ezt nyilván nem, lehetne. Szerintem többször nem is. Hát figyelj, főleg amikor majd lekerülnek a coasterek, akkor utána sokkal több lesz szerintem a cserélgetés. Igen. Tehát, igen, hogy igen. Ott már rögtön az elején beindul. Most tényleg megnéztem az elején, hát ez jó, akkor ehhez megpróbálok valamennyire ragaszkodni, aztán ennyi. Nyilván így is beleficcent 6-8 méreg a én porramba. De hogy akkor szerintem megbolondítják ezzel a... De lehet, hogy ez csak bevonzod egyébként, kacos. Tehát, hogy... Simán lehet. Igen. Az előző 100-150 játékban nyújtott teljesítményed alapján gondolta az univerzum azt, hogy... Russian Goblet. Tudod mit, kaci? De nem baj, nagyon-nagyon élveztem ezt, és nem azért, mert nyertem. Mert nagyon élveztem a sushigót is, és van is rohadjatok el. Ezt nem szabad kimondani. Egyszer nem bírtam. Nem. Az, hogy nem én nyertem, az nem meglepetés, de hogyha tudják, hogy ki nyer, akkor nem mennek vissza megnézni ezt a videót. És megint forrolták a kupával. Igen, de hogyha valaki ezzel jön szembe, ugye? Nagy az internet. Nem spoilerezünk el egy videóban, egy másikat. Mindig ki vagyok vágva! Ezt úgy fogom elvágni, hogy mindig ki vagyok. Na, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, nektek különösen, köszönjük szépen, hogy rádoztatok ezt a napot erre a forgatásra. Ha nektek tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el hagyni egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot, de légy szíves, írjátok le, hogy miért nem, mert ebből tanulunk. Ha a játék tetszett, akkor pedig ne felejtsétek el, hogy a Fun with Geeks család tagjaként egy kis kedvezménnyel tudjátok megvásárolni a Szellemlovasban, egy linket találtok ezzel kapcsolatban a leírásban. Sziasztok! Sziasztok! Szervusztok, kattitek! Egészségetekre!